betöltetlen háziorvosi praxisok, a megyében 22 ilyen körzet van, és sok betegnek nincs is háziorvosa. Határrendészek gyakoroltak, elsősorban a migrációval összefüggő feladatokban versenyeztek a rendőrök. Szent Iván éjjelén tüzet ugrottak a szerelmesek a Sóstrói Múzeum faluban. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 22 üres háziorvosi praxis van. Ezzel együtt a felnőtt lakosság 5%-ának nincs is háziorvosa. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Ez persze nem jelenti azt, hogy betegség esetén nem kapnak egészségügyi ellátást. A betegkártyát sokan nem viszik át másik orvoshoz, ha lakhelyet váltanak. Ezek az emberek, ha betegek, a sürgősségén kérnek ellátást, ami indokolatlanul leterheli az ellátórendszert. Jól látható a térképen, hogy Borsod, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár Bereg megyében sok az üresen maradt házi orvosi praxis. Az itt szereplő adatok még a tavalyi évre vonatkoznak, azóta emelkedett a betöltetlen körzetek száma. 22 ilyen betöltetlen van, azaz nem azt jelenti, hogy az emberek orvosi ellátás nélkül maradnának. Itt nálunk azért helyettesítéssel minden praxis betöltött. Tehát, hogyha az emberek fordulnak azzal a kéréssel esetleg a tiszti orvosokhoz, a járási tiszti orvosokhoz, hogy ők nem tudják, hogy kinek kell, hogy leadják a kártyájukat és hova kell menjenek, akkor a tiszti főorvosoknak a nyilvántartásában szerepel utca szerint, hogy ki melyik praxishoz tartozik, és meg tudják mondani, hogy ki az ellátó orvosa. Kis doktor saját körzete Kótajban van, de a szomszédos Nagyhalász egyik megüresedett praxisában is rendel. Szerencsére ez csak átmeneti. Az egyik környékbeli településről a kolléganő Dunántúlon telepedett le, és ezért az ő praxisát, amíg azt valaki be nem tölti, addig helyettesítéssel kell, hogy megoldjuk. A napokban több országos napilapban is megjelent, hogy nincs 500 000 magyarnak házi orvosa. Ez persze nem jelenti azt, hogy ennyien kiszorulnak az ellátásból. A családorvosát mindenki maga választja meg, de sokszor előfordul, hogy egy költözést követően nem jelentkeznek át másik házi orvoshoz, holott ez nem bonyolult. Ez egy-két perces folyamat. Elmegy a kiválasztott házi orvoshoz, ugye hát Magyarországon szabad orvosválasztás van, bármelyik házi orvost választhatja, hogyha a házi orvos tudja fogadni, akkor két perc alatt felveszik az adatait, aláírja a bejelentkezési vagy átjelentkezési nyilatkozatot, és akkor ott már teljes körű ellátást kaphat. Akinek nincs házi orvosa, egy hirtelen jelentkező betegség esetén a sürgősségi ellátást veszi igénybe, azaz terheli a sürgősségi rendszert, ami nem szabályos. Nem beszélve arról, hogy csak a családorvos utalhat be szakrendelőbe vizsgálatokra, és állapíthatja meg a táppénzre való jogosultságot is. Azok, akik külföldön dolgoznak vagy laknak, átmenetileg az OEP inaktiválja betegkártyájukat itthon, azaz a házi orvosuk nem kap támogatást utánuk. Ha hazajönnek, érdemes tehát ismét felkeresni háziorvosukat és bejelentkezni náluk. Bölcsődéskorú gyerekek sokszor szenvednek légúti megbetegedésektől, amelyekből még a terápiás módszerekkel is nehezen gyógyulnak. Ezért úgy döntött az újfehértói Játékvár Bölcsőde és Játszóház, hogy korszerű sószobát alakítanak ki, ahol könnyebben gyógyulhatnak a kicsik, illetve megelőzhetik ezeket a betegségeket. Búcsúztatják az évet az újfehértói bölcsődések. Mindannyian szépek, egészségesek, azonban ebben a korban, mivel immunrendszerük még nem elég erős, gyakran szenvednek felső légúti betegségektől. Ilyen például a vírusos nátha, a középfülgyulladás, az alsó légúti fertőzés vagy a hörgőgyulladás. Ezért is döntött úgy a Játékvár Bölcsőde és Játszóház, hogy felújítják régi sószobájukat. Az új szobát az évzárón adták át. A megváltozott környezeti hatásokra egyre jobban tapasztaltuk bölcsődénkben, hogy a gyerekeknek a hurutos megfázásos tünetei, köhögéses tünetei, náthás tünetei nehezebben múlnak el. Ugye gyakori otthonlét után, hosszú terápia után, gyógyszeres kezelés után is még folyik az orruk, dugul az orruk, nem tudnak nyugodtan játéktevékenységet folytatni, nem tudnak nyugodtan aludni, és úgy gondoltuk, hogy szeretnénk segíteni a gyerekeknek, illetve a szülőknek,
szülőknek is, mert nyilván erre nincs lehetőségük, hogy ilyen körülmények között terápiát biztosítsanak otthon a gyerekeinknek, és igazából ez motivált minket, hogy a meglévő sószobánkat felújítsuk. A szobában sótéglákat helyeztek el, valamint egy homokkozóhoz hasonlító sósarkot is kialakítottak, ahol kedvükre játszhatnak a kicsik. A sószobában egy speciális mikroklíma alakul ki az elpárologtatott sónak, illetve a szárazon borlasztott sónak köszönhetően, aminek van egy természetes fertőtlenítő hatása, ami segít a baktériumok, vírusok elpusztításában mind a szoba levegőjében, illetve a száraz sóterápia következtében egészen az alsó légutakig lejuthatnak ezek a sórészecskék, amelyeknek tehát van egy fertőtlenítő hatása, egy természetes gyulladás csökkentő hatása, illetve a légúti betegség ezt társuló fokozott váladék képződésnek során képződött váladék kiürülését is elősegítheti. A bölcsőde szülői, valamint alapítványi támogatásból alakította ki az új sószobát, amelyet 48 gyermek használhat majd minden héten kétszer. A gyermekeket nem csak a légúti fertőzésektől, hanem a kánikula káros hatásaitól is védeni kell. Másodfokú hőségriasztást adott ki az INTS az egész ország területére. A MÁV is segít, a nyíregyházi állomáson vizet oszt az utasoknak. A vasúttársaság azt javasolja, hogy mindenki elegendő ivóvízzel induljon el otthonról. Emellett beindították a kocsikban a légkondit is. A legfőbb ügyészt fogja perelni és kártérítést vár Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszter, miután a napokban jogerősen felmentette a táblabíróság. Az ügyészség vádja szerint Juhász Ferenc 2006. júniusában megszegte a vagyonkezelési szabályokat, amikor engedélyezte Fappán László volt honvédelmi államtitkárnak, hogy megvegyen egy számára határozatlan idejű bérleti szerződéssel juttatott lakást. Juhász Ferencet és Fappán Lászlót hűtlenkezelés miatt fogták perbe. Bűncselekmény hiányában jogerősen mentették fel, mondta a sajtótájékoztatóján Juhász ügyvédje, Helmeci László. Az ügyvéd és Juhász szerint is erkölcsi és vagyoni kártérítést követelhetnek. Keressük a lehetőségét annak, hogy hogyan lehet valamiféle kártételt, kárpótlást kapni azért a 2000 napért, és azért a marhasok bosszúságért, amit egyébként ez a koncepciós per okozott. Az ügyvédemmel, dr. Helmeci László úrral már beszéltünk arról, hogy vagy az ügyészséget, vagy a magyar államot, de valakit mindenféleképpen perelni szeretnénk. Egyszerűen azért, mert elfogadhatatlan, hogy Magyarországon politikai alapon valakit megpróbáljanak diszkriminálni, és utána ennek ne legyen felelőse. Közlekedéstechnikai gyakorlat, lövészet, idegenrendészeti elméleti feladatok. Ilyen versenyszámokban mérték össze tudásokat a résztvevők az 5. országos határrendészeti járőrversenyen napkoron. A megmérettetésre az egész országból 70-en érkeztek. Idegenrendészeti feladat az egyik standnál. A szituáció szerint egy gyanús külföldi elmondja, milyen útvonalon indult el Magyarországra, hogyan érkezett. Itt a határ átlépő új lenyomatát is ellenőrizniük kellett a versenyzőknek. Miután elolvasták a meghallgatási jegyzőkönyvet a versenyzők, az alapján el van készítve egy új nyomatlap, és az új nyomatlapon ki kell választani, hogy melyik a helyes, illetve melyik a helytelen, annak megfelelően, ami a meghallgatási jegyzőkönyvben áll. Fontos ugyanis, hogy a schengeni szabályoknak megfelelően tudjanak eljárni a határrendészek. Ilyen például egy autó hivatalos átvizsgálása. Itt most a gyorsaság is fontos volt. Úgy érzitek, hogy kész, szóljatok. Ebből az autóból végül egy pisztoly is előkerült. Az országos határrendészeti versenyre 17 csapat érkezett az ország minden tájáról, olyan megyékből is, amelyeknek ugyan nincs határa, de mélységi migrációs ellenőrzést ott is végeznek. Összesen 70-en mérték össze tudásukat. Megtisztelő volt a felkérés, hogy az 5. határrendészeti járőrversenyt megyénk rendezheti. A legfőbb célja az, hogy az állományt, ismereteit karban tartani, felkészíteni az új jogszabályi kihívásokra, és hát olyan szituációs feladatokban mérik meg a tudásukat, önmagukat, amelyekkel nap mint nap határellenőrzés során, útlevélkezelés során találkoznak. A határrendészeti versenyen volt közlekedéstechnikai gyakorlat. A sofőröknek szűk bóják között kellett végigmenniük a kijelölt pályán. A résztvevők lövészetben is összemérték tudásukat. Elektromos kerekesszékes ütközött személyautóval délelőtt Nyíregyházán. A mozgássérült férfi a Kéményseprő utcáról akart kifordulni, és egy személyautó elé hajtott.
Az autós, hogy a komolyabb ütközést elkerülje, félrerántotta a kormányt. Így viszont összeütközött egy másik autóval, amelyik a Kéményseprő utcára akart befordulni. A hármas karambolban senki sem sérült meg. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Százak ugrottak tüzet csütörtök éjjel Sóstón a Múzeumfaluban. A néphagyomány szerint ezzel örök szerelmet esküdtek egymásnak. Erről is hallhatnak hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Öt új játékossal kezdte el a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus. A klub vezetője a július 11-én rajtoló edzőtábor kezdetéig szeretné kialakítani a végleges keretet. A 20 csapatos NB2-ben július 30-án rendezik az első fordulót. A 10. helyen végzett a kosárlabda B33 diákolimpia országos döntőjében a nyíregyházi Évisz fiú csapata. A Pécsen megrendezett fináléban 12 együttes mérte összetudását. Furulya koncerttel mutatkozott be a nyíregyházi közönségnek Kis Benedek Máté. A fiatal tehetséget a Virtuózok című tehetségkutatóban ismerhette meg az ország. A 6. osztályos fiú a nyíregyházi Vikár Sándor Alapfokú Művészeti Iskola növendéke. Nemrégiben a Cidra László Furulya versenyen is az első helyen végzett korcsoportjában. Csütörtök délutáni koncertjén többek között a tévében is hallott zeneműveket adta elő. Tömegek esküdtek egymásnak szerelmet és barátságot csütörtök éjjel a Sóstói Múzeumfaluban. Csak nem ezen ugrották át kéz a kézben a tüzet. A néphagyomány szerint, ha a Szent Iván éjjelén tüzet ugranak a párok, akkor azzal örökké tartó szerelmüket pecsételik meg. A látogatókat persze nem csak tűzzel, hanem Szabó Balázs bandájával és a nyírségi táncegyüttessel is várták a szervezők az év legrövidebb éjjelén. Ég a tűz Szent Iván éjjel a Sóstói Múzeumfaluban az év legrövidebb éjszakáján. A hagyományok szerint a sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást jelentette, ezért is gyújtanak minden évben ilyenkor tüzet. A Múzeumfalu programjának fő előadója Szabó Balázs bandája volt, de felléptek a nyírségtánc együttes tagjai is, akik egy tűztáncot is jártak még az ugrás előtt. A tűz, mint jelkép és mint szimbólum jelen van életünkben, és a tűznek a füstje, a gonoszűzésnek egyik fontos momentuma. A füsten nagyon sok mindent kiszerettek volna űzni, ezért ugolták át Szent Iván éjszakáján is a tüzet, ami nem csak a szerelmet pecsételte meg, mint ahogy sokszor mondják, és mi is nagyon sokszor a mai éjszaka elmondtuk, hanem a gonosz előzésére, a terményeknek a bőségére, gazdagságára is egy jó erős és egy jó pecsétje volt. Ezért szervezzük meg mi is minden évben. Ezt az idézőjeles babonát mi is tartjuk, és fontos számunkra is az, hogy itt ezen a forró éjszakán mindenki lelkesen tartsa meg ezt a hagyományt. Bár a tűzugrás nem a mi vidékünkre jellemző, a Sóstói Múzeumfalunkban is évről évre ápolják ezt a hagyományt. A tűz körül álló táncosok először különféle füveket, virágokat füstöltek. A táncosok ugrását követően éjfél után a közel 1000 résztvevő is átugrott a tűzön. A rendezvény kísérő programjaként a Szerelem Szerelem című kiállítás is megnyitott, amely a szerelmi ajándékokat és szimbólumokat mutatja be az érdeklődők számára. Különleges légi felvételeket is készítettünk a tűzugrásról, ha kíváncsiak rá, akkor megnézhetik a Kölcsei Televízió Facebook oldalán. Öt új játékossal kezdte el a felkészülést a Nyíregyháza Spartacus. A klub vezetője a július 11-én rajtoló edzőtábor kezdetéig szeretné kialakítani a végleges keretet. A 20 csapatos NB2-ben július 30-án rendezik az első fordulót. Ilyen lelkes szurkolók látogattak ki a Spari első edzésére, az NVSC Cisza-Vasvári úti pályájára. Az érdeklődők több új arcot is láthattak. Az már biztos, hogy a Nyírbátorból Kölcsönből visszatérő Vámos Márk, a Balmazújvárosból érkező Kónya Márk, a legutóbb Cigándon szereplő Úr László, a Vasas volt kapusa Hermány Bence és a debreceni Kártik Bálint Nyíregyházán folytatja pályafutását. Több játékost még tesztel a szakmai stáb, és az érkezők számát látva biztos, hogy Mátyus János vezető edzőnek ismét új csapatot kell építenie.
Azt mondtam a srácoknak, hogy úgy látszik engem itt Nyíregyházán ez végig kísér, harmadszorra építek teljesen új csapatot, eddig kétszer megoldottuk. Most is nagyon bízom, hogy sikerül valóban, nehéz szívvel elköszöntünk a légiósainktól. Két embernek a sorsa még kérdése, Sofszienkő, illetve a Halsányinak a jövője az még nem teljesen dőlt el, nagyon szeretem, hogy nálunk folytatnánk, hiszen magyar emberekről van szó. Valóban elkezdtük a munkát, rengeteg új játékos, rengeteg új arc van már most is, de még mindenképpen számítok jó néhány új arcra a csapatnál. A klub tulajdonosa szerint nem könnyű megfelelő játékost találni, ráadásul a válogatott Európa-bajnoki szereplése a hazai játékos piacra is hatással van. Tárgyalunk játékosokkal, nem könnyű most megegyezni, mindenki kivár, vagy több vasat tart a tűzbe, NB1-es ajánlata is van, netán külföldi próbajátékra is indul. A menedzserek se igyekeznek sürgetni ezt a dolgot, mert bízva a magyar válogatott jó szereplésébe gondolják, hogy nőni fog a játékosoknak az értéke, ami egyébként is magas. Úgyhogy nem egyszerű feladat, de megvannak a jelöltjeink, 17-18 fővel ez most a Jani. 24-25-ös keretet szeretnénk kialakítani. Nem volt ott a többiek közül Szécsi Márk, aki egyelőre még rehabilitációs munkát végez. Másfél hónapja műtöttek, szépen alakul, hál' Istennek a hasam, ez a lágyéksér műtét volt. Hát igen, természetesen nagyon szívesen beállnék a csapathoz, azért két hónapja nem nyúltam labdához. Későn diagnosztizálták ezt a sérvet, aztán, de úgy néz ki, hogy most már rendben leszek, egy három hét még kell, és én is a csapattal mozgok majd. A Spari július 11-én Abaúj-Szántóra utazik edzőtáborba. A tábor előtt, alatt és után is játszik felkészülési meccseket a csapat. A 20 csapatos NB2-ben július 30-án rajtol a bajnokság. A 10. helyen végzett a kosárlabda B33 diákolimpia országos döntőjében a nyíregyházi Évíz fiú csapata. A Pécsen megrendezett fináléban 12 együttes mérte összetudását. A B33, azaz a kosárlabda 3-3 elleni játékvezető felügyelete mellett űzött változata egyre népszerűbb, köszönhetően többek között annak, hogy a Nemzetközi Szövetség sokat tesz azért, hogy bekerüljön az olimpiai programba. A B33 tavaly mutatkozott be a diákolimpiai sportágok között. Az 5.-6. korcsoportban nyílt versenyt rendeztek, azaz az amatőrök mellett az egyesületi színekben szereplő kosarasok is pályára léphettek. A nyíregyházi Évíz csapata a megyei döntőt követően az országos elődöntőben is a legjobbnak bizonyult, így bejutott a pécsi fináléba, ahol a 10. helyen végzett. A csapat edzője szerint a rendezés hagyott kívánni valót maga után. Az ország összes bejutott csapata egy kicsit kritizálta azt a dolgot, hogy a selejtezőt, a megyei döntőt is tornateremben rendezték, és utána pedig az országos döntőt streetball jelleggel kitették szabadtérre 35 fokba. Nem tudtuk mire vérni egyébként ezt. Szerencsésebb lett volna, hogyha elkezdjük tornateremben, és tornateremben végezzük ezt az egész lebonyolítást. Tornateremben azért sokkal jobb lett volna a pályának a minőségeit, azért sokszor elszakadt a mobilpálya, dühöngtek a játékosok, baleset veszélyes volt. Annyira nem voltunk, megmondom őszintén, megelégedve az országos döntő rendezésével. Az Évíz kosarasai még két országos döntőben szerepeltek. Az amatőrök között a fiúk az 5., a lányok pedig a 7. helyet szerezték meg. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 22 üres háziorvosi praxis van. Ezzel együtt a felnőtt lakosság 5%-ának nincs is háziorvosa. Ez persze nem jelenti azt, hogy betegség esetén ők nem kapnak egészségügyi ellátást. A betegkártyát sokan nem viszik át másik orvoshoz, ha lakhelyet váltanak. Ezek az emberek, ha betegek, a sürgősségén kérnek ellátást, ami indokolatlanul leterheli az ellátórendszert. Közlekedéstechnikai gyakorlat, lövészet, idegenrendészeti elméleti feladatok. Ilyen versenyszámokban mérték össze tudásokat a résztvevők az 5. országos határrendészeti járőrversenyen napkoron. A megmérettetésre az egész országból 70-en érkeztek. Tömegek esküdtek egymásnak szerelmet és barátságot csütörtök éjjel a Sóstói Múzeum faluban. Csak nem ezren ugrották át kéz a kézben a tüzet. A néphagyomány szerint, ha a Szent Iván éjjelén tüzet ugranak a párok, akkor azzal örökké tartó szerelmüket pecsételik meg. A látogatókat persze nem csak tűzzel, hanem Szabó Balázs bandájával és a nyírségi táncegyüttessel is várták a szervezők az év legrövidebb éjjelén.
A Kölcsei Televízió híradóját látták június 24-én pénteken. Friss hírekkel hétfőn este is várjuk Önöket. Szombaton és vasárnap pedig Krónika című hírműsorunk jelentkezik. Hírekért és videókért böngészszék honlapunkat. Köszönöm figyelmüket, jó hétvégét, viszontlátásra! Szombaton is kánikulai melegre számíthatunk. Száraz, forró levegő alakítja időjárásunkat, de a délutáni órákban néhol már előfordulhatnak záporok, zivatarok. Este helyi zápor, zivatar még előfordulhat, majd éjszakára kiderül az ég. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de a zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 20 fokig csökken a hőmérséklet. Szombaton napközben gomoly felhős, nagyrészt napos idő várható. Helyi zápor, zivatar is kialakulhat. A délkeleti szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos szélökések is lehetnek. Délutánra 34 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. Vasárnap egy hullámzó hidegfront éri el a térségünket, hatására egyre több felé várható záporeső, zivatar. Hétfőn a front átvonul felettünk, több fokkal visszaesik a nappali felmelegedés mértéke. Kedtől ismét melegszik az idő, visszatér a napos strandidő.